Együtt jó címmel jelent meg a kétszeres Emerton díjas Keresztes Ildikó legújabb zenei korszakának nagyívű balladája. A dalhoz készült videóklip egy igazi időutazás a 19. századi Budapest lokál életében. Hamarosan megmutatjuk a klipet, de előbb köszöntjük virtuális terünkben Keresztes Ildikót. Szia! Szia! Sziasztok, sziasztok! Szia. Olyan jó látni és hallani benneteket egy kicsit otthonról, mert én most már másfél éve nem jutottam haza, de ígérem, hogyha megkapom a második vakcinámat, mert az első már túl vagyok, még egy-két hét múlva kapom a következőt, akkor az lesz az első, hogy fogom magam és hazamegyek bármi áron. Várunk. Várunk téged haza. Nemrég egy interjúban azt nyilatkoztad amúgy, hogy a járvány miatt átértékeltél magadban dolgokat, egyfajta belső utazáson vettél részt. Milyen következtetéseket vontál le magadban ebben az elmúlt periódusban? Hát szerintem ezzel mindenki így volt. Nekem az első, a pandémiának az első pár hónapja az nagyon-nagyon jót tett, mert biztos emlékeztek rá, hogy már ott a vásárhelyi koncertemen 2019-ben én eléggé ramaty állapotban voltam már egészségileg, és utána le is kellett mondanom az összes többi koncertemet Erdélyben, ami hát azért nem nagyon jellemző rám, és nekem nagyon-nagyon kellett ez a leállás. Valószínűleg, hogyha nem jön ez a pandémia, én magamtól nem álltam volna le, és akkor lehet, hogy most már nem beszélgetünk. Úgyhogy nekem az első fél év nagyon jót tett, nagyon sokat olvastam, filmet néztem, elgondolkodtam sok mindenen, sokkal nagyobb türelmem lett, nagyon jót tett az egészségemnek, fizikailag is, mentálisan is. Aztán persze most már nagyon elegem van belőle, de hát én azt gondolom, hogy azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb csendekben szokta az ember az igaz őszinte hangjait meghallani és megtalálni, úgyhogy talán egy csepp, egy kicsit nyugodtabb, meg csendesebb ember lettem, bár nem tudom, lehet, hogy ez a kornak is betudható, hogy az ember, ahogy telik, múlik az idő, úgy próbál bölcsülni, ha szerencsés. Van, aki öregségére meghűljön még jobban, mint amilyen volt, de én azért próbálok jó irányba menni, amennyire lehet, és hát úgy megpróbáltam kihasználni ezt az időt. Belekezdtem egy nagy lakásfelújításba, ami még mindig tart hónapok óta tulajdonképpen, mert nagyon-nagyon nehéz szakember találni itthon. Ha találsz egy jót, akkor az meg tudja, hogy dolgozik még 6 helyen, tehát így helyjel közzel tud veled is foglalkozni. Azon kívül ez az óriási bizonytalanság, hogy mikor állunk mi színpadra egyáltalán, meg hogy az is milyen nehéz lesz újra színpadra állni, mert mi többet voltunk leállva, mint ti, ahogy jól tudom, mert ti azért próbáltatok, meg volt egy-két előadás. Szóval ez se fog gördülékenyen menni, meg az, hogy nem tudsz tervezni, nem tudsz gondolkozni, ez így nagyon, nagyon nehéz, de azért nem akarok panaszkodni, mert mi művészek vagyunk azok, akik a normál civil emberekbe is reményt kell, hogy keltsünk, meg vigasztalást nyújtsunk nekik, hogy a nehéz időkben belőlünk tudjanak táplálkozni. És hát minden rosszban van valami jó, mert most született egy csodálatos dal, egy fantasztikus klip. Mesélj egy kicsit a kezdetekről, az ötletről, ki írta a dalt? A dalt és a szöveget is Pál Völgyi Géza írta, az a Pál Völgyi Géza, akit ismerhetünk a Tátrai Bandből, az East együttesből, ugye a Szerelem Sivatag, a fantasztikus dal is hozzáfűződik, a Skorpióból, vagy akár mondjuk a Valami Amerikai című film Magányos csónakja is hozzáfűződik, és ugye én még viszonylag kezdőénekes nőkoromban 2 évig dolgoztam az East együttessel, és onnan ez a meg nem szűnő szerelem, hogy így mondjam. És egyébként egy pár évvel ezelőtt, amikor én beadtam egy dalt az Eurovíziós Fesztiválra, a Hazát Hazám című dalt szintén Pál Völgyi Géza írta, és hát ugye ez az elcsendesedés, meg ez a változás, ez bennem is művészileg is hozott bizonyos változásokat, és valahogy így egymásra találtunk most megint a Gézával, és született 2 dal. És ez indukálta egy picit a stílusomban is, a picit a váltás. Nyilván, aki eddig szerette Keresztes Ildikót, ne arra gondoljon, hogy most valami egészen mást fog látni. Talán egy picit megújultam, kicsit elcsendesedtem, kicsit kifinomultabb lett a zenei világ, talán látványban is mások leszünk egy picit,
Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy megszületett ez a két dal, a másiknak csak azért nem tudtuk leforgatni a klipjét, mert ott pont akkor jött a lezárás megint. És igazság szerint én nem is gondoltam volna, hogy így bele tudom csempészni egy picit a zenébe, a színházat is, hiszen nagyon ritkán készülnek ilyen popzenei vagy rockzenei alkotásokra ilyen kosztümös klipek, és Borbás Edina írt egy könyvet, több könyvet is jegyez már, és ő volt az asszisztens a Jimmy-nek, a Jimmy J. Hollywoodnak, aki rendezte a klipet, és neki megjelent egy regénye Kék Róka címmel, és ebből írta tulajdonképpen a forgatókönyvet, tehát így tudat alatt tulajdonképpen összetalálkozott ez a világ. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt a 19. századot. Többek között egy kicsit visszaidézi bennem azt a szerepemet is, amit a Vörös Lámpás házban játszottam. Én voltam a Madame, nagyon-nagyon szerettük azt a darabot. És egy picit ezt a világot hozza vissza, ahol minden olyan, hogy is mondjam, nyilván a lokál élet is nagyon, nagyon színes volt, de szerintem az ember így visszatekint ezekbe az időkbe, milyen kifinomult voltak a nők, meg milyen egészséges szerepkörben tetszelektek a férfiak is, meg a nők is, tehát ez sokkal inkább helyén volt ez az egész szerepkör, és hát nem beszélve erről a patinás helyszínről, ugyanis ezt a Moulin Rouge-nak az épületében forgattuk, ami most színházként is működik, és nagyon-nagyon köszönöm Békis Attilának, akivel ugye most az Operettszínházban is együtt dolgozok, illetve igazgat, és lehetőséget adott nekünk, hogy ott forgassuk le ezt a klipet, és hát az egész stábnak tényleg le a kalappal egy egész napot forgattunk, és mindenkinek a szíve csücske azóta is ez a klip, és ha jól láttam, akkor lehet, hogy ma már az 50 ezredik néző köszönhetjük a YouTube-on. Egy romantikus hangulatról beszélünk. Visszamennél abba az időbe, amikor még kézzel írták a férfiak a szerelmes leveleket? Simán. Tehát nálam ez az online tér, ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát persze a semmihez képest valami, de egyébként én valószínűleg, hogy más korban éltem volna, vagy ki tudja, előző életemben volt valami csatolásom ehhez a világhoz, vagy nem tudom. Én nagyon-nagyon szerettem ezt az úri világot, most is nagyon közel áll hozzám, tehát amennyire szeretek Woodstockban hippi lenni, ugyanolyan szinten valahogy az arisztokrácia is nagyon-nagyon közel áll hozzám, és ilyenkor mindig így bevillan, hogy például Erdélyben is milyen komoly arisztokrácia volt, és milyen kastélyokban laktak, és milyen kifinomult volt ez az egész korszak. Te mikor írtál utoljára kézzel levelet amúgy? Hát én nem vagyok egy nagy kézzel író, igaz, hogy gépen sem nagyon írok, levelet most már régóta nem, azért szoktam ilyen röviden e-mailben is írni, mert egyszer nincs türelmem hozzá, és amit kitaláltam, hogy a telefonomban van ez az applikáció, illetve egy lehetőség, hogy így nyomod, és akkor beszélsz közben, uh-huh. És akkor befejezted, elengeded. Azóta én nem írok, de egyébként pont itt a felújítás kapcsán képzeljétek el, hogy olyan ősrégi dobozokra leltem, hogy még erdélyi szerelmes leveleim is vannak. És nagyon, akkor rengeteget leveleztem egyébként, nagyon sokat írtam, amikor áttelepültünk, és nagyon-nagyon fájt nekem ez az elszakadás, akkor rengeteg levelet írtam a barátaimnak, és ezekből még mindig őrzök levelecskéket. Olyan jó ezeket felkutatni, tehát ez olyan, mint egy ilyen múzeum, hogy az ember így rádöbben, és akkor persze én is azt tanultam meg otthonról, ugye, hogy semmit nem dobunk ki, minden jó lesz valamikor, és tényleg az embert ellepik a tárgyak, és hát kénytelen vagyok persze csomó mindentől megválni, de azért egy-két ilyen szösszenetet mindenképpen megtartok. Ha ez a klip amúgy egy film volna, akkor mi volna a sztori, és te kit játszanál benne? Hát a fiatal szerelmes szerepkörből már kiestem, tehát mindenképpen a Madame-ot, aki kicsit ottan egyengeti a lányok sorsát a bordélyházban, az minden. Hát de nyilván a Madame is valamikor ugye kéjhölgy volt, csak aztán kicsit kiöregedett a szerepkörből, de még mindig nagyon jól tartja magát. Úgyhogy. Meg fogjuk mutatni ezt a klippet, de nekem abszolút az volt az érzetem, minthogyha te énekelnéd el a saját sztoridat.
Tulajdonképpen igen. Tehát én mindenképpen a narrátorja akartam. Nem akartam ebben a klipben valahogy úgy főszereplő lenni, hogy én játszam az egyik szerepet, mindenképpen egy ilyen narrátor szerepet szerettem volna magamnak, és igazán igen. Tehát a történet az nagyon, nagyon illeszkedik. Én sem szoktam sűrűn szerelembe esni, úgyhogy azt tudom mondani, hogy az ember sok mindent megélt életébe, de úgy az élet minden területén az igaziakból, abból azért kevés van. Kik a klip többi szereplői, amúgy mit kell tudnunk róluk? Igazán én most találkoztam velük először, tehát hívhatnánk ilyen csúnya szóval, hogy statiszták, de inkább hívjuk, hogy szereplők, nem ismertem őket, de olyan érdekes volt, hogy első perctől kezdve egy ilyen, tehát olyan érzésem volt az egész forgatás alatt, mint hogyha 100 éve ezzel a stábbal dolgoztam volna, pedig se a sminkes, se a fodrászt, se a rendezőt, tehát soha senkivel nem dolgoztam együtt, írtoztató tisztelettel voltak irányomba, és úgy zavarba ejtő volt az, hogy mindenki utána arról nyilatkozott, hogy neki mekkora megtiszteltetés volt velem dolgozni, és egy kicsit így nem tudom, tehát én nagyon, bár nem úgy tűnök, de ilyen zavarba ejtően szeretetteljes volt az egész, és szerintem ez érződik a klippen is, tehát talán azért tudott egy ilyen kis szeretetbomba lenni, meg egy ilyen ékszer, kicsi filmecske lenni, tehát olyan, mint egy nagy kosztümös film, csak 3 percben tulajdonképpen, de hogy nem szeretnék név szerint azért megemlíteni senkit, mert biztos, hogy kihagyok valakit, de hogy azóta is tartom a kapcsolatot, például a stylist csajjal, tegnap volt egy fotózásom a Hot magazinban, de erről még többet nem árulhatok el, hamarosan kint lesz az újságosoknál, és ott is például a klipbéli fodrász, meg a sminkessel együtt dolgoztam, úgyhogy nem tudom, szóval azóta is tart az a jó kapcsolat, és remélem, hogy ebből még sok kis ékszerecske fog majd kialakulni. Mit tervezel, Ildikó, a lakásfelújításon túl? Tervezni ebben az időszakban nagyon nehéz, mert ember tervez, Isten végez. Én egyébként hiszek a jó Istenbe, hogy majd ő tudja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát tényleg csak a jó Isten tudja, hogy a lakásfelújítás az mikor lesz készen, de már nem idegesítem magam, azért voltak nekem is kemény napjaim, amikor teljesen így összeomlottam mentálisan, de aztán így próbáltam rájönni, hogy attól, hogy én tönkreteszem magamat még jobban ebben amúgy is nehéz időszakban, akkor abból semmi jó nem fog kisülni. Úgyhogy hát amit tudok, az, hogy ugye említettem már, hogy kaptam egy fantasztikus szerepet az Operett Színházba, ahol én soha nem játszottam még. Ez a Nine című musical, a Fellininek a 8,5 évéből készült musical. Itt játszom Saraginát, szintén a, hogy is mondjam, örömlányt. És a Turaida Színházban is lesz egy új zenés premierem, ez a Térden állva jövök hozzád. Remélhetőleg azt is elkezdjük hamarosan próbálni. A másik dal, ami készült Gézával közösen, reméljük, hogy annak is hamarosan megtörténik a forgatása, és akkor elő tudunk jönni egy pár héten, hónapon belül a klipjével. Körvonalazadnak koncertek, van 2-3 aláírt szerződés nagy koncertre, de hogy ez meg fog-e valósulni, vagy nem, hát tényleg nem tudok mit mondani. Nagyon nehéz, mert ugye mi vagyunk az ipar, hogy így mondjam, úgy a színészek, úgy a zenészek, akik ugye a legnagyobb közönséget, vagy a legnagyobb tömeget vonzuk tulajdonképpen, és emiatt, na kicsit bajba, kezdve flesse, és emiatt nyilván mi leszünk tehát mi voltunk az elsők, akiket lecsatoltak az életünkről, hogy így mondjam, és mi leszünk az utolsók, akiket visszacsatolnak. És aztán kérdés, hogy a közönség is hogyan mer majd megmozdulni. De hát én azért próbálok optimista lenni, és próbálom a kollégáimban is tartani az erőt. Hát persze néha én is összeomlok, és akkor ők tartják bennem az erőt. Muszáj hinnünk abban, hogy a világ egyensúly az úgy áll össze, hogy jóból és rosszból. Tehát olyan világ nincs, hogy csak rossz, vagy csak jó. Tehát most már ennyi rossz után muszáj, hogy jöjjön a jó. Tehát én ebben hiszek, és abban, hogy az embernek a legdrágább kincse az az egészsége. Ha az van, akkor minden tud lenni.
Úgyhogy csak ezt tudom mondani, hogy továbbra is odafigyelek, vigyázok magunkra, vigyázok az édesanyámékra. Tegnap előtt pont beszéltem a mostóanyámmal is, a tesómmal is otthon vásárhelyen, úgyhogy nagyon-nagyon várom a találkozást. Tehát arra gyúrok most, hogy valahogy jöjjön össze, hogy mindenképpen a második oltás után akkor tudjak hazamenni. Legyen így. Köszönjük. Mi várunk nagyon haza. Szépen, és kitartást neked. Köszönöm szépen nektek is, minden jót, és nagyon szépen köszönöm az interjút.